összesen 9-en vagyunk, 6 gyerek és 3 felnőtt. Mondom, egyik állomásból a másikra mentünk, hol megaludtuk, hol elküldtek minket. Ugyanúgy, mint itt, el kell menni, megint tovább, tovább. És van egy kis baba, egy fejleíves, és azt is ugyanúgy cipelkedünk, mindenfele már beteg a gyermek. A többiek, itt jön az iskola, iskolába kell őket hűteni, jön a hideget, nem kívánom ezt senkinek, még egy állatnak sem. Ezeknek az embereknek van menedékes státuszuk, tehát Magyarország ezeket az embereket befogadta, és azt mondta, hogy menedékkel látom el őket, de ezt a feladatát csak részben teljesíti, mert az, ezzel a törvénnyel a lakhatásukat nem biztosítja, viszont maradhatnak Magyarországon, de hajléktalanként. Most azt csináljuk, hogy körbe megyünk itt hátul. Láttam egy ilyen sarkot, ahol sötét van, és nincs olyan hangzavar, és megnézzétek, hogy az a legjobb hely, ahol tudtok aludni, vagy megyünk egy kört, itt vannak padok, ahol esetleg még le tudtok ülni, hogy addig, ameddig kinyit újból ez a hely, akkor meg tudjátok egy picit pihenni. Úgyhogy menjünk. Kijöttünk, háborútól mindenki fétett a gyerekét, a párját, hogy el ne vigyék katonának, hazautától itt vagyunk. Még nem volt ilyen helyzetünk, hogy az utcán legyünk. Ez most jött be. Kapcsolva a telefon. Hát jó éjszakát, ahogy tudtok pihenni. Sziasztok, viszontlátásra, jövök reggel. Próbáljanak meg aludni.